Egy kukorica pástétomot fogunk elkészíteni, amihez szükséges 2 csésze fagyasztott kukorica. Ezt beletesszük egy olyan edénybe, amiben majd meg tudjuk párolni. A 2 csésze fagyasztott kukoricához hozzáadunk 1 csésze szeletelt hagymát, kockára vágott hagymát, teszünk hozzá 1 teáskanál sót, és 1 teáskanál pizzafűszer keveréket. És annyi vizet teszünk hozzá, hogy ezt összepároljuk. Arra ügyeljünk, hogy a kukorica olvadáskor enged vizet, hogy körülbelül egy olyan fél csészényi víz kell hozzá. Ezt oda tesszük a tűzhelyre és összepároljuk. A megpárolt kukoricát, hagymát, megpárolódott, hagyjuk kihűlni, mikor kihűlt, akkor teszünk hozzá körülbelül 1 evőkanál olívaolajat, ezt csak így ráöntöm, és annyi zsömlemorzsát teszünk a kukoricához, hogy a vizet felszívja. Először egy kicsit keveset, majd összekavarjuk, és meglátjuk, hogy szükséges-e még hozzá. Igen, még ehhez kell egy kis zsömlemorzsa. Ezt a pástétomot lehet külön uzsonnára, vagy ebédnél is teljes körlésű kenyérrel fogyasztani. Tehát látjuk, hogy már a vizet nagyon jól felszívta a zsemlemorzsa, és ezután rutturmixszal összeturmixoljuk, és akkor egy krémes állagú pástétomot fogunk kapni. És vendégeket hívunk, nagyon hamar elkészül, hűtőszekrénybe körülbelül egy 3-4 napig lehet tárolni, tovább nem, mert a kukoricának van egy olyan tulajdonság, hogy nagyon hamar erjed. És jó étvágyat kívánok hozzá!